Krecsó Krisztián volt a kortárstársas elnevezésű rendezvény sorozat vendége. A József Attila díjas költő író a közgazdasági szakközépiskolában beszélt diákkoráról, pályája indulásáról, a könyvei által kavart viharokról, fiatalokhoz szólóan. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont rendezvénye ez a programsorozat, amit a Nemzeti Kulturális Alap támogat. Grecsó Krisztián szívesen tart rendhagyó irodalomórákat, jól érzi magát az iskolákban, jó emlékei vannak diák éveiről. Nem voltam még harcos, de kifejezetten jó viszonyban voltam a tanáraimmal, tehát nem voltam ezzel probléma. Aktív voltam az iskolán kívüli életben is. Tulajdonképpen azóta is azt mondom a diákoknak, ha valaki normális a tanárral, az meg kifizetődő. Tehát akkor nem is muszáj tanulni, át lehet menni anélkül is. Tapasztalat? Innen tudom, igen. Kedvenc tantárgy esetleg, irodalom? Hát nyilván, hát mi más, hát persze. Abszolút, top. Hát én 14 éves koromban biztos voltam benne, hogy én író vagyok. Nem azt, hogy leszek, hanem hogy író vagyok. Az kímélte meg a kamaszkoromat, hogy ezt szerencsére nem mondtam senkinek. Tehát ezt magamban tartottam, ezt az információt, így aztán nem nevettek ki nagyon. De hát 16 éves koromban én már megírtam az első két felvonásos drámámat. Akkor már olvastam egyet, és azt gondoltam, hogy ez elég információ ahhoz, hogy én írhassak egy másikat. Tehát, hogy nagyjából azért ez így indult középiskolában, és ezt be is mutatták. A diákok szerették, maradjunk ennyiben. Grecsó Krisztián ma már sikeres író. Történeteinek középpontjában mindig a gyökerek keresése áll. Fontos, hogy tudjuk, hol a helyünk a világban, mondja. Eleinte verseket írt, aztán váltott. Rájött, hogy a próza az ő műfaja. Itt nem olyan messze indult az én karrierem Sárváron. A sárvári diákírók, diákköltők találkozója az egy nagyon fontos műhely, meg egy fontos dolog. Most is van, és mindig mondom a középiskolásoknak, hogy nevezzenek, mert ott 3 napig közösen gondolkodhatnak egészen másképp az irodalomról, mint ahogy az iskolában lehetséges. Ugye az iskolában a magyar tanárok keze meg van kötve. Tehát alapvetően, ha szeretnének kreatívok lenni, ha szeretnének kinyitni, ha szívük szerint nem az Antigónéval kezdenének 14 éves korban a diákok felé, mert látják a szemükön, hogy egy életre elriadnak az irodalomtól, akkor sem tehetik meg. Ellenben ez a sárvári találkozó, az a diákokról magukról szól. És mindig azt mondom, hogy a diákot döntően, egy kamaszt legfőképpen az érdekli, hogy az ő egójával mi van. Tehát, hogy alakul, változik, ki akarja találni magát, ki akarja találni, hogy merre tart, azt szeretné tudni, hogy miben különbözik, miben jobb, mint a többiek. Na most ezt az energiát, ezt a hihetetlenül fontos szándékot, hogy ő meg akarja magát mutatni, ezt az irodalomnak jelen pillanatban nem sikerül kihasználni. Egyébként az oktatásnak egyáltalán nem sikerül kihasználni. Miközben énekversenyek tucatjai vannak, ahol a fiatalok egymást taposva akarnak playback énekelni, vagy hát nem playback, de hogy ráénekelni egy dalra, aközben a Kodály országában ott tart a zeneoktatás, ahol. És ugyanígy az irodalommal, hogy miközben minden második fiatal titokban blogot vezet, verseket ír, dalszövegeket ír, folyamatosan posztol szövegeket, és azt hihetnénk, hogy az semmi, hogy a Facebookra kiír valamit, az semmi. Na de hát ott szembesül először vele, hogyha valaki jól meg tudja fogalmazni, jól tud információt adagolni, jó ütembe ír ki humoros dolgokat, az népszerű lesz. Vagyis aki tud írni, annak mondjuk könnyebben megy az ismerkedés. Na most ezeket az energiákat az oktatás olyan pillanatban nem tudja beforgatni. Egyre kevésbé tudja beforgatni egyébként, tehát hogy egyre kevésbé tart lépést azokkal az energiákkal, amit a diákok egyébként odaadnának örömmel. És akkor ezt kellene valahogy visszahozni, és ezt megmondani nekik, hogy az, amit ők titokban csinálnak otthon, blog vagy vers vagy bármi, az ugyanannak az irodalmi hagyománynak a része, amiről azt hiszik, hogy a világ legunalmasabb dolga. Mert ugye fekete-fehér képeket látnak a falon, amire mondjuk lehet bajuszt rajzolni legfőjebb, és egy tőlük, hittük szerint tőlük idegen világról kell tanulniuk, amiben bőgatyás parasztok kergetik egymást, és nekik ahhoz mi közük? Na most a modern oktatásban ugye ezeket mind visszájára lehet fordítani, és azt lehet mondani, hogy hát ide figyelj, ha te Pápa környékéről jössz, kisfaluból, már láttam, itt jöttünk el a buszmegálló mellett, ott álltak a tömegek most is. Hát biztos az itteni középiskolában a bejárós diákok délután 2 mennek haza. Hát neked milyen szorongásaid vannak, mikor először beléptél a gimi ajtaján, akkor mi történt veled?
hogyan illeszkedtél be az iskolába? Na erről szól, és majd erre mutatok egy szöveget. És akkor mindjárt más lenne Móri Zsigmond, mint ami jelen pillanatban van. És azt mondani, hogy akkor tessék, hát örök, ebben a szempontból örökérvényű, rólad szól. És hát nem kell a mai diákságot se megvetni, se rácsodálkozni, hogy mások lennének, nem mások. Ha az ember őszinte önmagával, akkor rájöhet, hogy 14 és 18 éves kora között, lehetett ez 90-es években, lehetett 80-as években, ő maga is kizárólag azzal törődött, hogy az ő egyénisége hogyan. Hát mindenki a saját köldökét bámulta. Akkor is. Hát akkor tessék visszagondolni erre, és akkor megpróbálni valamit hozni. És hát mindig ezt próbálom ezeken a rendhagyó órákon. Az olvasásra nevelésnek ezt a speciális népszerűsítő ágát, hogy így mondjam. Grecsó Krisztián könyveiről, a nem egyszer kalandos anyaggyűjtésről, az írás folyamatáról mesélt a diákoknak, mindvégig érdekesen, jó humorral. Döntően én ezt a folyamatot mesélem el, a magamra találási folyamatot mesélem nekik, mert azt hiszem, hogy az a legfontosabb, hogy megértsék, hogy az irodalom mennyire gyakorlati dolog. Ennél mondjuk egyébként a felnőttek is rá szoktak csodálkozni, hogy lenne az gyakorlati. Sőt, manapság ugye a médiumokból azt hallani, hogy nincs szükség bölcsészekre, hogy a bölcsészettudomány az nem része a magyar kultúrának, az nem része a magyar műveltségnek, hogy a gyárakban nem bölcsészekre van szükség. Erre azt szoktam mondani, hogy jó, lehet, hogy a gyárban nem bölcsészre van szükség, de egészséges lelkű emberre remélem van, és azt is szeretném tudni, hogyha egy fiatal tudni szeretni azt, hogy honnan jön, honnan származik, hogyan kell a hazát szeretni, hogyha oda megy egy lányhoz, és izgul, és remeg a gyomra, és nem tud megszólalni, az normális-e vagy nem, hogy ezeket honnan lehet megtudni? Az élet legfontosabb dolgait. Hogyan ismerkedünk, hogyan szeretünk, mit akarunk, ezt mind az irodalom mutatja meg. Nem lehet egészséges embereket küldeni másképp a gyárakba. És akkor ezt megmutatni, hogy működik ez, hogy van ez, miről szól. Erre persze vissza szoktak kérdezni, hogy akkor adjak olyan könyvet a kezükbe, amitől lesz barátnőjük, ezt mondják a film. Hát ennyire nem gyakorlati azért az irodalom, de nagyon, tehát úgy lehet az életünk része, ami sokkal több annál. Tehát olyan fajta kommunikáció, olyan fajta lelki kapocs, ami sokkal több annál, mint hogy tudjuk, hogy Nagy László az ide járt-e gimibe, vagy pápára, vagy nem ide járt. Egyébként nagyon nagy öröm és büszkeség a pápaiaknak, hogy ide járhatott, az biztosan, de annál sokkal fontosabb egy szívbe markoló nagy verset tudni kívülről. Grecsó Krisztián nevét sokan a Nőklapjából ismerik. Nagyon érdekes kaland volt a Nőklapja. 2 évig voltam a vezetőszerkesztője a Nőklapjának. 40 kolléganővel dolgoztam. Nagyon sok mindent megtudtam a nőkről. Hogyan dolgoznak együtt, hogy szeretik egymást, hogy nem szeretik egymást, hogy alakul. Egy nagy csoportterápia volt az úgy közösen. De nagyon szeretem a volt kollégákat, tehát félreértés ne essék. Hát én azért nem voltam egészen odavaló, hiszen az egy magazin. Nagyon sok értékes, nagyon jó írással, de mondjuk divatrovattal és a többivel. Hát az első értekezleten, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi lesz a divatrovatban, akkor azt feleltem, hogy ruhák. Aminél hát 4 percig nevetett a szerkesztőség, majd azt mondták, hogy hát akkor próbáljak meg fölzárkózni, mert igen, abban általában ruhák vannak. Tehát, hogy hétről hétre. Azóta megtudtam, hogy a kis fekete például az egy így egyben, az egy ruha. Tehát ilyeneket tudok. Grecsó Krisztián új regénye májusban jelenik meg. Címe: Megyek utánad. Végül is én azt hiszem, hogy az a fajta író vagyok, akinek aki mindig ugyanazt a könyvet írja. Minden történet egészen más, minden regény egészen más hangvételű. Nem az a fajta vagyok, remélem, akinek ha egy könyvét olvasta az ember, akkor mindent olvasta. Ellenben valahogy a világ az ugyan egységes. Talán egy kicsit úgy nem merném magam hozzá mérni, de úgy, mint Szabó Magdának. Tehát Szabó Magda is nagyon sokféle történetet írt, de azért, ha őszinték vagyunk, tulajdonképpen egy nagy családregény épült abból föl. Egy kifejezetten nagy családi mítosz lett a végén belőle. Azt hiszem, hogy nekem is valahogy, ha családregényről van szó, ha én kutatásról, ez egy szerelmes könyv lesz, ez a Megyek utánad, valami olyasmit próbál meg elmesélni, hogy elmondható-e egy ember élete a kapcsolataink keresztül. Tehát bemutatható-e az, hogy az, akivé válunk, az a édes, kedves, szorongós, búbánatos, akármilyen ember, az a kapcsolataink keresztül hogyan lett ilyen.
mikor sérült meg, mikor csalták meg, mikor hagyták el, mikor lett igazán boldog, és ezek a kis pattogások, meg folyamatok, ezek hogyan alakították emberré. Ez lesz, ha megyek utánad. De, és ebben az értelemben teljesen más, mint az eddigi könyveim, és mégis valahogy ugyanannak a mítosznak a része. Grecsó Krisztiánnal a közgáz magyar tanára Tóthné Pál Gabriella beszélgetett. A kortárs társas rendezvény sorozat célja, hogy az írókat, költőket, ember, s főként fiatal vagy gyermek közelbe hozza. A következő vendég Lackfi János lesz. Az idei esztendőben, illetve az idei évadban a Győri Filharmonikus Zenekar egy rendkívüli zenei csemegét ígérő és kínáló hangversenysorozattal jelentkezik Pápán. Az első koncert novemberben volt, Illényi Katica volt akkor a díszvendég, a következő hangverseny pedig február 21-én lesz, amely pedig már a Farsang jegyében zajlik. Hogy mi mindent kínálnak a zenekedvelő közönségnek a zenekar tagjai erre az estére, erről beszélgetünk többek között a filharmonikusok művészeti vezetőjével, Berkes Kálmánnal. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm. Én is mindenkit szeretettel köszöntök. Karnagy úr, mielőtt a farsangi koncerthez mindenkinek kedvet csinálnánk, tekintsünk vissza erre a novemberi alkalomra, amelyen ugye ön is itt volt. Hogy látta, hogy vált be a pápai koncerthelyszín, hogy tudott érvényesülni a zenekar, milyen volt a fogadtatása ennek a koncertnek, mik voltak az első tapasztalatok? Először is mi nagyon örülünk, hogy itt is bérletsorozatot indíthattunk, és úgy tűnt az első koncert alapján, azt kell, hogy mondjam, hogy a helyszín nagyon megfelelt, ahogy az előbb is már említettem, még a büfé is nagyon finom volt, még a kávé is nagyon jó volt. Illényi Katica a legjobb formájában, hát ahogy őtől ezt el is vártuk, egy nagyon jó koncertet adott itt a zenekarral. Azt hiszem Rácz Marci volt a karmester, nem, Síló István volt a karmester ezen a koncerten, bocsánat, tévedtem, és magam is olyan szerencsés voltam, hogy éppen itthon voltam Japánból, tehát meg tudtam hallgatni ezt a koncertet. Remek hangulatban és nagyon nagy sikerrel zárult ez a hangverseny. Én pontosan ebben bízom, ott is elmondtam a színpadon is ezt, hogy remélem, hogy aki itt volt, az majd szól a szomszédjainak, barátjainak, és a következő koncerten még többen lesznek. Az akusztika nagyon jó, a helyszín nagyon jó, úgyhogy én bízom benne, hogy a második hangversenyen még többen jönnek és fogják élvezni. A farsangi koncertről alapjában azt szeretném elmondani, hogy ugye én 2009-től vagyok a zenekarnál, azóta irányítjuk Füke Gézával és Ősz Gáborral együtt a zenekar működését, és az első évben 10-ben csináltunk először ilyen farsangi koncertet. Ez gyakorlatilag olyan, mint amilyet a televízióban szoktuk látni ezeket az újévi koncerteket, tehát ez ilyen meglepetés műsor, olyan, mint a Rádió Kabaré volt valamikor, amikor még nagy volt, hogy az utolsó pillanatban állt össze minden, és mindenki beleszól a dolgokban, és abból összeáll egy ilyen egészi a dolog. És mi arra törekedtünk az első évben, tehát ugye ez egy szórakoztató, elsősorban szórakoztató, könnyed műsor legyen. Most olyan sikere volt, hogy a második évben már 2 kellett ebből csinálni, a harmadik évben 4, és most 7. Tehát most 7 különböző városban is fellépünk ezzel a műsorra. Az érdekessége, annyit elárulok azért, mert ugye ez általában meglepetés, de tele lesz zenei poénokkal is, nem csak jó zenékkel, hanem zenei poénokkal. Ezen kívül Hajnóci Soma, világbajnok, bűvész is közreműködik, méghozzá úgy, hogy a zenekarral együtt. Erről többet azért nem árulok el, mert akkor már lelövöm a poén, de lesz varázslat, méghozzá nem is akármilyen, mert ezt én vele beszéltem meg Tokióból még telefonon, mindent összeállítottuk. Ezen kívül még azt is elmondanám, hogy lesz meglepetés is, ajándékot is hozunk, mert a zenekar most volt karácsonykor és újévkor egy 8 koncertes turnén Kínában. Nagyon nagy sikerrel. Hát annak a műsorából nagyon sokat átmentünk ide, mert nagyon bevált. Hát ott nagyon sok ezer ember előtt játszottunk Sánkhájba, Pekingbe és romó más helyen. És magam is kitaláltam egy poént, nagyon remélem, hogy itt is majd úgy eszi a közönség, finom szóval próbálok fogalmazni, ahogy ott Kínában. Hát ott egyszerűen olyan sikere volt a zenekarnak, hogy már megvan a következő meghívásunk. Szóval lesz nagyon sok poén, erre, amire büszke vagyok, az a második rész elején lesz. Előre megmondom. Másik rész, azt én találtam ki, de a zenekari zenészekkel közösen dolgoztuk aztán ki. Tehát ez biztos, aki eljön, az biztos, hogy nagyon jól fogja érezni magát.
Említette, hogy a kínai koncertturné során is voltak olyan művek, amik bekerültek ebbe a repertoárba. Hogyan áll össze mondjuk egy ilyen fogsági hangverseny? Már a meglévő, ismert, tudott és többször előadott darabokból válogatnak össze egy csokorra valót, vagy mondjuk az idei farsangra új darabot is tanultak, vagy vettek be az előadásban? Is. Tehát ez ugye gyakorlatilag a kínai turné is tulajdonképpen egy újévi vagy farsangi koncert, akárhogy nevezem, de ez ugyanaz a témakör. Tehát ott is a szórakoztatásra mentünk rá, tehát ott is annyi volt, hogy hát nem tudom, hogy ezt elmondhatom, de ott, mert ide is hozunk egy ilyen kínai ajándékot, azért ezt elmondom. Tehát az ottani menedzsernek volt egy olyan kérése, a közönség hihetetlen lelkes Kínában, és hát ugye ott több ezer ember van egy koncerten, hihetetlen élmény volt számunkra is, és beletettünk néhány kínai dalt, amit meghangszereltettünk, közönség együtt énekelt, nekem is nagy élmény volt, hogy 2000 embert ott dirigálhattam, nem a zenekart, mert azok tudták, hanem a közönséget kellett dirigálni, és lesz, mondom, még egy olyan poén a másik rész elején, ahol szintén bejött a közönség reakció is. Én azt kérem, hogy aki eljön, azt megígérem, hogy mindenki jól fog szórakozni, de azt kérem, hogy a közönség is vegyen részt ebben a dologban, ugyanúgy, ahogy Kínában. Egy ajándék lesz, ami kínai ajándék, egy ilyen népdalt, azt el fogunk játszani itt is. Ez is benne lesz a műsorban. A többi része, az egyrészt, ebben az évben természetesen azért kényszerültünk új műsort összeállítani 90%-ban. Egy-két sláger, ugye, mint a Kék Duna keringő, a Radecki Mars, ugye ezek, mint az állandó ráadás számunk, ezek maradnak, meg egy-két polka, de tulajdonképpen új darabokat, mert ugye most már ez a negyedik alkalom, amikor ezt a farsangi koncertet csináljuk, és ugyanazokra a helyszínekre is megyünk. Ugye, és Győrben eleve ugye a közönség azért körülbelül ugyanaz. Tehát ebben az évben tulajdonképpen teljesen új műsor van. Gazdag egyébként a zenei repertoár, mondjuk, ha kimondottan egy farsangi, vidám, minden korosztálynak szóló, könnyed műsort akarnak összeállítani, tehát van bőven miből válogatni? Ugye rengeteg klasszikusok vannak, aminélkül nincsen ilyenkor. Igen, koncert. Ugye nyilvánvalóan mondhatom, hogy Johann Strauss, ugye hát az benne van. Ugye a Lehár, Kálmán, Imre, ezek is benne szoktak lenni általában. Na most ezeket a poénokat, a nagy poénokat már általában lelőttük, és akkor elkezdtünk utána nézni, hogy mi van még. Például most találtunk egy ilyen elszász francia, félig német, félig osztrák, félig német, félig egy harmad részben francia. Úgy hívják az illetőt, hogy Emil Waldteufel. Soha nem hallottam, megmondom őszintén a nevét korábban. Nagyszerű ilyenfajta zenéket írt. Ebből is lesz egy, ha jól emlékszem, amikhozzá Korcsolya Valcer az a címe. Tényleg úgy is indul, mintha egy ilyen korcsolyázás lenne. És ez most ide is illik, csak reméljük, hogy nem az autókkal fogunk majd korcsolyázni az onos esőben, hanem csak a lelkünkben és a koncertdobogon. Bízunk benne. Ennek a hangversenynek ön lesz a karmestere. Valóban. Hogyan készülnek? Ön nagyon keveset van Magyarországon. Hát ugye ezt a műsort Kínára gyakorlatilag összeálltottuk. Tehát a kínai műsor az kétszer egy óra volt, és ott nem volt bűvészközzel működő. Tehát magyar azt redukálnunk kellett. Kínában egyébként olyan hosszú műsoron mentünk, mert a menedzser ilyet kért, hogy minden koncerten rövidíteni kellett, mert a közönség olyan nagy lelkesedéssel reagált, hogy mint mondták, olyan nem nagyon volt ott, hogy a karmester, az a szokás, amíg a dobogón van valaki, örjöngve tapsolnak, kiabálnak minden, de ha kimegy az illető, soha nem jön vissza. Ezzel ellentétben, ez különösen Sánkhájban mondták, ahol egy egészen fantasztikus koncertterem, 3000-es koncertteremben játszottunk, és ott az volt, hogy már elmentem öltözni, és akkor szóltak, hogy jöjjek már vissza, mert még a közönség nem akart elmenni. De szóval ez tulajdonképpen ez már ki van dolgozva, mert ezt eljátszottuk ott 8-szor. Tehát itt már az x-edik előadás következik. Természetesen felújító próba lesz rá. Tehát azért nyilvánvaló, hogy a koncert előtt is, és aznap is, és többször, tehát 3-4 napos felkészülési időszak azért van. Még néhány szót ejtsünk a harmadik koncertről is. Igen. A rendezvény vagy a hangverseny sorozat harmadik koncertjéről, ennek ugye április 10-e a dátuma, és ez is egy különleges zenei esemény lesz. Hát igen, mert nagyon szép romantikus darabok sorát fogjuk eljátszani. Többek között hát az abszolút sláger, ugye Csajkovszkij bémol zongora verseny. Szóval ennél nagyobb slágert már nem tudtunk idehozni, ennél ez azt hiszem, akit mindenki ismeri, ugye, ha más nem a bevezető taktusokat a darabból. És az az óriási szerencse, hogy sikerült megnyerni Jandó Jenő Kossuth Díjas érdemes kiváló művészt, aki egyébként a világon, elmondanám róla, hogy neki van a legtöbb CD-je.
Tehát a legnagyobb sztároknál is több CD-t, a Naxos kompánynál csinált ő rengeteg, meg a Hungarotonnál is, azt hiszem 150 CD-t csinált, vagy 180-at. Szóval nagyon ismert az egész világon is. Nagyon örülök annak, hogy őt el tudtuk hozni ide Pápára, és méghozzá egy ilyen sláger darabba. Ezen kívül ezen a koncerten lesz egy Csajkovszki, másik Csajkovszki darab is, a méghozzá Rómeó és Júlia nyitányfantázia, hát megint csak azt mondom, hogy sláger, és Grieg Pergünd szvitje, ami szintén abszolút sláger, gyönyörű dallamos zene, ritmikus, karakteres, ebből fogunk játszani. Tehát ez lesz a műsor a következő alkalommal. De ezt még megelőzi az most a februári farsangi koncert, amire gondolom a filharmonikus zenekar mindenkit vár, meg a szervezők is mindenkit várnak, és ahogy a szavaiból kivettem, kihagyhatatlan. Én nagyon kérek mindenkit, aki látja esetleg ezt az adást, hogy jöjjenek és szóljanak a szomszédaiknak is, biztos, hogy nagyon élményben lesz részük, és nagyon jól fogják érezni magukat, és ez a legfontosabb számunkra. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, ott leszünk a hangversenyen, várjuk érdeklődéssel. Köszönjük szépen! Isten ajándéka mindaz, ami jelen volt és van az életemben. Vaja Varga György nyugalmazott esperes. A pápai evangélikus gyülekezet ma is aktív lelkipásztora a Gyurács Ferenc gondolkodókörben mesélt életéről, a hitről, a szolgálatról és házasságról. Varga Györgyöt 1952-ben szentelték lelkészé, szolgált pápán és Bakony-Szombathelyen is, 1986-tól 1998-ig pedig esperesként tevékenykedett a Veszprémi Egyházmegyében. A vendégeket Borbé Lajos, a Gyurács Ferenc gondolkodókör vezetője köszöntötte, majd Polgárdi Sándor esperes mondott nyitó imádságot. Varga György egy igével kezdte előadását. Kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, s ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Ez a nyugalmazott esperes életének vezérigéje. Isten ajándéka az, hogy én a teológiára mentem, Isten ajándéka az, hogy a papi szolgálatba indulhattam, és Isten ajándéka minden gyülekezet, amelyikben szolgálhattam. Tehát ezt jelenti tulajdonképpen ez az íge is, hogy minden az Isten ajándéka. Varga György esperes elmesélte, hogy ő fiatal korában katona akart lenni, de nem vették fel a hadapród iskolába. Így került a Csurgói Református Gimnáziumba. Volt még az úgynevezett Levente mozgalom, az úttörő mozgalomnak ez az elődje volt, de ott persze egészen más jelleggel. Az volt, hogy két gondolat határozta meg ott mind az előadásokat is, a egyház szeretet és a haza szeretet. Tehát annak az egész gondolata olyan vallásos jellegű volt, mint ahogy én is vallásos családban is nevelkedtem. És de nagyon megkapott engem ott az a mozgalom. Úgyhogy ott én tanfolyamokra mentem, elvégeztem a rajparancsnoki, majd a szakaszparancsnoki tanfolyamot is, és utána a negyedik középiskola után adtam be a hadapród iskolába, tehát a katonai pályára a kérvényemet. Sajnos akkor aztán azzal elutasították, hogy helyhiány miatt nem tudnak fölvenni. És kicsit szomorú voltam, utólag értettem meg, hogy az Istennek az útjai sokszor mások és a gondolatai, mint az ember gondolatai. Tudnélik, ez már 1942-ben volt, egy évet végezhettem volna csak a hadapród iskolába, és akkor már hadapród iskolát aztán kivitték nyugatra, és volt, akinek sikerült még hazajönnie, volt, aki meg fogságba került. Tehát Isten ettől megőrzött engem. Varga Györgyöt 1952. július 13-án, épp 24. születésnapján szentelték lelkészé. Ezután egy évig volt segéd lelkész pápán, s aztán 1953. szeptemberében Bakony-Szombathelyre került a gyülekezet kérésére. 33 évig szolgált itt. Istennek az ajándék az a 86 esztendő, amit most én megérhettem, és ebből az az 59 év, amit együtt a házastársaként élünk, szeretetben és szolgálatban is, mind a mai napig, és ez mind Isten ajándéka. Aztán ajándék az a gyülekezetek, az a Bakony-Szombathelynek az a 33 éve, aztán itt utána pápa 12 év, és az esperesi szolgálat is a Veszprémi Egyházmegyébe szintén 12 esztendő volt, majd nyugdíjasként szolgáltam még
püspök úr kérésére, amikor nem volt lelkész a Nagyalásony Dabrony Nemes Szalóki Társgyülekezetben, és akkor 3 évig még ott szolgáltam, innét jártam ki pápáról, hogy vasárnap istentiszteletek, hétfő kedden a hittanórák, és délután pedig a családlátogatás. Hát ez mondjuk, tehát ez akkor pápa, és mondom az, és innét még pápáról Takácsiba is 6 évig kijártam. A nyugalmazott esperest a jó, kiegyensúlyozott házasság titkáról is kérdeztük. Maga az a tény, hogy mi hitben találkoztunk. Ugye amikor én pápára kerültem segédlelkésznek, ő pedig már itt kántorizált még diákként. Hát akkor 17 éves volt talán, akkor ismertem meg őt, és aztán az, hogy a Jézus Krisztusban való hit, az határozta meg a mi életünket, és az adott mindenkor erőt nékünk. És a szeretetet is nyilván ő adhatta mindenkor is a szívünkbe, egymás iránt is, és ahogy Isten kegyelme adott akkor 2 gyermeket is, aztán később még 3 unokát, most meg már 4 dédunokát is adott nekünk. Hát ennyire tudok így erre tenni. És ezért mondom, hogy én ezt tudom, hogy mi a Jézus Krisztusban való hitben találkoztunk, mi így indulhattunk a házasságra is, és ez az 59 esztendőnek a tanúsága, hogy az pecsételi meg azt az egymás iránti szeretetet és megértést. Varga Györgynek mindig fontos volt, hogy jó kapcsolatot ápoljon a hívekkel. Elsősorban a családlátogatás, a beteglátogatás, kórházlátogatás, az ott is már volt a kisbéri kórház, meg szociális otthonok látogatása ott is volt, meg itt is, hát még 3 is. Tehát engem ezt mondom elő, ez a látogatás, az a közvetlen kapcsolat a hívekkel. A gyülekezetben is így igyekeztem minél több családhoz eljutni, a feleségem akkor az irodában volt, én megmentem családlátogatásra. Ugye? Ez egyik. A másik az ifjúsági munka. Az megint döntő volt azért, mert aztán ugyancsak feleségem kezdte azzal, hát ez akkor még nehéz volt, hogy 86-ban, amikor ide kerültünk, nem volt olyan természetes, nem volt hitoktatás sem iskolákban sem, csak itt a gyülekezeti teremben, akik idejöttek, de ő meg azokhoz ment, akkor még is itt azokkal ő foglalkozott különben, és kiment még olyan családokhoz, olyan 14-16 éves fiatalok voltak, és azokat hívta az ifjúsági órára. Hát először csak 4-5-en voltak, de hát óriási, mindegy, indultunk, és Isten kegyelmében olyan szépen megerősödött az ifjúsági óra, úgyhogy már 15-18, néha 20-an is voltak aztán, és lelkesen énekeltek, ugye feleségem tanította meg gitárról, hogy a gitáros ifjúsági énekekre, és aztán már fiatalok közül is, mint aki nemrég itt szolgált is, a Major Attila, ő lett aztán az ifjúságnak egy ilyen vezetője, és a gitárosa is. Lényeg az, tehát az ifjúság, és csak annyit még, hogy az Úristen ez is úgy megállott, amire azt mondhatnánk, miénk volt a magvetés, a növekedés pedig a Biblia szerint is az Isten adja. 8-an mentek ebből a fiatali közösségből teológiára, vagy papi pályára, vagy hitoktatónak. Hát tehát ez egy nagy ajándék. Varga György jelenleg is aktív. A kórházban és az idősek otthonában látogatja a rászorulókat. A versírásról, a pedagógusi pályáról, a lélek érzékenységéről szólt többek között a Kiliáni Beszélgetések januári rendezvénye. A program vendége Pétófei Valéria volt, aki életének meghatározó pillanatairól és a világ azon apró szépségeiről mesélt, melyek költőként, íróként megragadták gondolatait. Pétófei Valéria, mintha csak valamelyik novelláját adná elő, úgy mesélt életének meghatározó szakaszairól, fontos pillanatokról, lelket tápláló gondolatokról. A legfontosabb az a fény, amit apám a petrólam lámpa meggyújtásakor teremtett a konyhában gyerekkoromban. Van egy versem, amelyikben a 3 sor fejezi ezt ki a legjobban, hogy naponta örüljünk minden parányi szépnek, ahogy apánk örült este a lámpafénynek.
Hát ez a lámpafény, amikor széttárjadt a konyhába, akkor beköltözött az otthonunkba a csend, a nyugalom, a béke, a szeretet, a megértés. És én ezt soha nem felejtem el, a kisbőröndömben hurcolom magammal. A költőnő életében a kisbőrönd nem csak átvitt értelemben jelent meg, hiszen a valóságban is létezett. Történetét pedig ugyancsak a meghatározó emlékek között tartja számon. A kisbőrönd, amit apám készített, ő bognár lévén, az iskolatáskám volt, és nagyon szerettem volna olyan gyékény szatyrot, mint az osztálytársaimnak volt, mert színesek voltak. Az enyém, állítom, hogy a világ első diplomata táskája volt, fából készült, kemény, kis fogantyúval, két pattanó zárral, és anyám azt mondta, hogy ebben nem lesznek szamárfülesek a füzeteid, könyveid. Én akkor sem örültem neki, de megnőtt az első télen a becsületem, mert kiesett a kezemből és a dombon, elkezdett szaladni a kisbőrönd, ráhasalt egy fiú, és csodálatos kis szánkó lett belőle. Apám mindig újra festette a himlős bőröndöt, és én ebben a bőröndben hurcolom az ő keze nyomát, mert amikor anyám szidott, hogy nem szégyeled magad, mit fog szólni a tanító néni, hogy néz ki ez a bőrönd, akkor apám azt mondta, ne bántsd, hiszen még gyerek. És én most megcsókolnám azt a dolgos két kezet, mely mindig újra festette kis bőröndömet. Sajnos már nem lehet. Messze ment. A boldog és aktív gyermekévek után hosszú pedagógusi, majd szakfelügyelői pálya következett, és ebbe a világba kúszott bele az írás, a versek és a novellák. Pápára kerülve az Elektermax egyik szocialista brigádja elfogadta az én osztályomat patronálásra, és kitaláltam sok nagyon fontos dolgot a gyerekeknek, ők mindent elkészítettek, és éreztem, hogy tartozom valamivel. Hát mivel is tartozhatnék, megfigyeltem az ő életüket, és csasztuskákat írtam az ő életükről, meg a fehérasztalos találkozóikról, ahova engem is meghívtak tiszteletbeli brigádtagként. És itt kezdődtek a versek. Ezek egy közismert dallamra írt rímes sorokat jelentenek, lapanciáknak akár, vagy csasztuskának nevezhetjük őket, és észrevettem, hogy egyre inkább megállnak a sorok a saját verslábukon. Már nem kellett a dallam mankója. Úgyhogy itt kezdődtek a versek. A novellákról még annyit, hogy nem kell kitalálnom történeteket. Velem annyi jó történik, alkalmas vagyok arra, hogy a hétköznap apró csodáit észrevegyem, és nekem csak ezeket kell leírni, hogy mások is észrevegyék. Pétófei Valéria az élet apró szépségeiből merít írásaihoz. Az alkotás folyamata azonban különleges, mesélte. Nekem van egy extrém szokásom, kilesem a teliholdat, mert olyan hatással van rám, hogy akkor könnyebben jönnek a gondolatok. Addig olvasmány élményeimből nagyon szép kifejezéseket szoktam lejegyezni. Nem a történetet, mert az megmarad az emberben, hanem olyan szép kifejezést, amit esetleg én is fel tudok használni egy más szövegkörnyezetben, és akkor előveszem ilyenkor ezeket a jegyzeteket. Hát a történet az megvan, hanem szépítem, tehát kidíszítem a történetet azokkal a feljegyzett különleges kifejezésekkel. Hirtelen születik egy-egy irodalmi alkotás, vagy hosszú rágódás eredménye, utándolgozás, javítás, variálás rajta? Igen, nagyon sok javítás van, mert amit ma szépnek, jónak gondolok, az holnap már nem biztos, hogy az. Újra olvasom, és akkor rácsodálkozom, hogy Úristen, hogy tetsz, hogy írhattam ezt le, mikor ez nem is szép. És akkor azonnal keresek szebbet, ha tudok. Ha nem, akkor hagyom még, máshol javítok rajta, és sokszor visszatérek. Tulajdonképpen egy vers igazán talán sohasem lesz készen, érni kell neki. Ahogy a nagyok, nagy költők is meséltek erről, hogy visszatérnek, és hagyják érlelni a verset, vagy magukban megérlelődni, és akkor javítanak rajta. Első kötete 1989-ben jelent meg. Ennek emléke máig él benne. Igaz, most már másként látja az akkori művet. Én ma már szégyellem magam miatta,
mert lényegesen másképp gondolom azokat a dolgokat, amik abban vannak, úgyhogy megpróbáltam újraírni, nem tartalmában változtatni, verstanilag, stilisztikailag változtatom őket, úgyhogy nagyon nagy bátorság kellett, hogy azt akkor megjelentettem. De óriási örömet okozott, sok gratulációt kaptam érte, meg a könyvbemutató is emlékezetes marad, de ma már egészen másként látom. Az első könyvet továbbiak követték. Legutóbbi műve az Ünnepek című a 16. a sorban, de már készül a következő verses kötet is. Egy volt tanítványom, Csukárdi Tibor, akit 8 éves korában tanítottam a tanyán, már utolért engem, ő is nyugdíjas, és időközben költő lett, egy verses kötetét én szerkeszthettem, most pedig egy közös kötetünk jelenik meg a költészet napjára. És az a címe, hogy Két szólamra. Úgyhogy az a 17. a sorban. Novellás kötetek, iskolatörténet, verses kötetek teszik ki ezt a 17-es számot. Van valami kedvenc ezek között, vagy pedig mindig az éppen készülő az, ami a lélekhez, a szívhez, az élethez éppen leginkább kötődik? Igen, úgy érzem, hogy el kell engedni az előző gyerekeket. Amikor azok már önálló lábra állnak, akkor el kell engedni őket, és jön egy újabb, akit pátyolgatni kell. Ezért szeretem mindig a legfrissebbet. Most az Ünnepek című kötetet szeretem. Ebben 18 ünnepkörét csoportosítottam a verseket, azokra gondolva, akik szerveznek ünnepélyeket vagy foglalkozásokat, hogy ne kelljen sok könyvet átnézniük, csak ezt az egyet, mert anyák napjától a zene világnapjáig vannak benne versek csoportosítva. A beszélgetésen az írás mellett a mindennapi élet is szóba került, így az a lelkes aktivitás is, ami a költőnőt a helyi kulturális és közösségi élet egyik jelentős szereplőjévé tette. Ez a lelkület pedagógusi múltjából maradt meg, véli. Mi még abból a világból származunk, amikor a pedagógus jó szívvel végzett minden iskolán kívüli feladatot. Amikor a petróleum lámpásos világból indult, a minden második padomon petróleum lámpa égett. Ott annyi munka volt, hogy az ember nem látszott ki belőle. Színdarabokat tanítottunk felnőtteknek, esti iskolát tartottunk, kirándulni vittük a tanya lakóit, és külön a gyerekekkel foglalkozás, hogy ez onnan ered. Ebben éltünk, ezt szoktuk meg, és ma sem tudok más lenni. Én unatkozom, ha nem csinálhatok valamit. Lehet, hogy azt mondják, hogy buzgó mocsink, nem baj. De gondolom, akkor sok unatkozni való ideje nincs. Nem egyáltalán. Nincs. Én nem tudom, mi az, hogy unatkozni. Ha nem teremthetek valamit a semmiből, akkor nem érzem jól magam. Mert a vers is a semmiből való teremtés, a novella is az. Vagy ha nem írni való, akkor varrok ez a ruháimat, igen. Ez egy hobbi? Igen. A teremtés maga, az értékteremtés. Pétófei Valéria kedves szép történetei mellé néhány verset is hozott hallgatóságának, így egy kellemes irodalmi est részesei lehettek a kiliáni beszélgetések résztvevői. Az első hóval megérkezett a Hókirálynő és a Pegazus Színházba. A Pápai Bábszínház az évad második premierjével elvarázsolta a közönséget. Most először választottak Andersen mesét, s a lendületes és minden pillanatban hiteles játék, a sokoldalú, de mindig teri találat díszlet, ezúttal is lenyűgözte a gyerekeket. A darabot Sarkadi Nagy László rendezte. Egyszer régen, réges-régen, mesebeli szép időkben, dércsipkés palotájában élt egy gyönyörűséges királynő. Hatalma óriási volt. Uralta a szeleket, a jeget, a zimankót. A hópelyhek parancsszavára táncoltak, pörögtek, forogtak a légben. Félték is az emberek erősen, mert amerre csak járt, tél és jég haladt a nyomában. A hókirálynő
mert hogy így hívták. Szépségénél és hatalmánál csak kevésége és hiúsága volt nagyobb. Naphosszat csodás palotájában időzött, és egyetlen mulatsága az volt, hogy kristálytükrében nézegette magát. Ha elunta, hófötte birodalmából alászállt a földre, s egy-egy ifjút csalogatott magához, hogy jeges csókjával engedelmes szolgájává tegye szegényt. Le, ó, de jó! Állj, állj meg, Gerda! Mi az, Kály? Csak nem meguntad a hintázást. Nézd! Hull a hó! Szél cibálja a rózsafánkat. Ja. Gyorsan, vidd be, nehogy megfagyjon ide ki. Igazad van, Kály, viszem már is. Kály. Kály. Nézd, Kály, az én virágaimat. Tökéletesek, de kár, hogy elolvadnak. Gyere velem, Kály. Elviszlek oda, ahol soha nem olvad el a hó. Ahol dércsipke díszlik minden ágon. Ahol szikrázó zúzvara csillog hósipkás bokrokon. Mennék én szívesen! De mit szól hozzá Gerda? Ej, ne törődj vele! Inkább gyere, megmutatom csodás birodalmamat! Milyen hideg lett hirtelen, fázom nagyon. Ég ágyom, szép királynő! Bemegyek megmelegedni. Bárcsak, Kály! Majd én megmelengetlek. Valami furcsa nyilallást érzek a szívemben. Ne félj, elmúlik hamar, de most gyere, Kály. Ideje indul? A második előadás az évadban, tehát ebben a sorozatban ugye a világirodalmi klasszikusok helye itt nálunk, és valóban a Grimm testvérek meséi voltak az előző évadokban minden ilyen alkalommal színpadon. És most nyúltunk először Andersen meséhez, ami azért mondtam így az előző mondatokban is, hogy hát történetileg, tehát mindenki ismeri. Az, hogy szereti, az már kérdéses. Talán egy kicsit inkább felnőtteknek szólnak az Andersen mesék. Nagyon-nagyon mély mondani valójuk van, és hát a szóhasználata, története is inkább felnőtt történetek. De a Hókirálynőről is kutakodtunk, és nagyon érdekes volt, kérdeztük, hogy mit szólnak hozzá, és mindenki azt mondta rá, hogy azt szeretem. De mikor megkérdeztük, hogy miről is szól, akkor hát vagy a fültövét, vagy a tarkóját, vagy a homlokát vakargatta mindenki, mert emlékezett egy nagyon mély benyomásra, de pontosan nem tudta, miről szól. Ez tipikusan, klasszikusan Andersen-i dolog, úgy gondolom. És hát a színpadi mű, tehát az előadás írója, tervezője, rendezője, ugye hagyományosan itt nálunk Sarkadi Nagy László, gondolta úgy, hogy hát akkor ebből egy gyerekeknek jól vehető, de mégis az Andersen-i tartalmat adó produktumot kell, hogy létrehozzunk. Ezért ő úgy gondolta, hogy a Gerdát, mint az egyik főhőst, akinek ugye a barátja, szomszédja, szinte testvére, ez a Kály, akit a Hókirálynő elvisz magával éjszakra az ő saját birodalmába, úgy indul utána, hogy végigjárja az évszakokat.
Tehát természetesen ugye a történetben, mikor keresésére indul, hát sehol nem találja. A napnál kérdezősködik, a holdnál, még nem a szél lesz az, aki segít neki, és azt mondta, hogy északjeges földjén megtalálja, ha keresi, és ő vele is indul el. És megérkezik a tavaszba, ahol nagyon jól érzi magát. Gerda vagyok, és északjeges földjéig követem, elveszett barátom nyomát. Hosszú út vár akkor még rád, messze a tél fagyott világ. Ha messze, hát messze, én bizony addig megyek, ameddig Kájt meg nem találom, és most ideje is indulnom néne. Várj csak, várj, ne siess annyira. Megmutatom neked varázskertem csodás virágait. És hogyha kedvedre lesz, akkor megtanítalak bűbályos tudományom minden forkéjében. Van egy kis csábítás minden évszak részéről, hogy maradjon ott, mert tehetné ezt is. De nem marad, mindig tovább lép, teszi ezt az utána a nyárban, ahol csupa játék, ahol csupa felhőtlenség lehetne a sorsa, teszi ezt az őszben, ahol meg a rablólány társaként tulajdonképpen mindent megkaphatna, de így bontakozik ki a mese igazi mondandója, hogy ugye Gerda mindig tovább megy, és tesz tanúbizonyságot arról, amiről a mese szól, hogy ez a soha el nem múló szeretet, az a hűség, az az igazi barátság, az mindenek fölött áll, és miután ezt a sámán asszony, akinél kiköt, mert hiszen pontosan nem tudja, hogy hol van Kály, csak annyit tud, hogy éjszakon, egy sámán asszony mondja el neki, hogy a hókirálynő palotájában van, és semmi mással nem is kelhetne a hókirálynő ellen, harcra, mint hogy nem ezekkel a tulajdonságokkal, és hát természetesen győzni is fog, és a Kályt vissza tudja vinni az ő saját otthonukba, a saját rózsájukhoz. Káj, a hókirálynő fogja. Remekül érzi magát nála, és úgy gondolja, nincs szebb hely szélese világon, a jégpalotánál. De hát hogyan? Ennek oka az a bűvös, mágikus, szívdermesztő, jeges csók. Amíg varázsereje tart, a hókirálynőnek mindig hatalma lesz rajta. Sámán asszony, kérlek. Na, de most menjetek, még sok a dolgom. Sámánuk asszonya, kérlek, segítsenek a szegény lánynak, hogy legyőzhesse a hókirálynőt. Adj neki olyan talizmánt, bűvös főzetet, vagy ráolvasást, amely az erejét növelheti. Oktondi szarvas! Nem tudod, hogy mit beszélsz. Ez a gyermek bejárta már a világot. A tavaszt, a nyarat és az őszt. Nagyobb a hatalma, mint az én tudományom. A jó szíve, a hűsége és az ártatlan lelke vezette eddig, és vezérli Esztán is tetteit. Neki kell megtörnie a varást. Gerda vagyok. A te kicsi Gerdád. A barátod. Hát, miért nem válaszolsz, Kály? Te nem emlékszel rám? A rózsánkra. A hintánkra. Nem megmondtam. Lásd, te beste, soha innen nem viszed. Karcsú ábak lengenek.
Kicsi Gerda! Forró könnyed és szereteted felolvasztja ígédelmet szívem. Ne sírj, Gerda! Itt vagyok. Kár, csak hogy magadhoz tértél végre. Gyere gyorsan, hiszen vár már az otthon és a hinta, és a rózsapácskánk is biztosan mimóba borult érkezésünk tiszteletére. Ne is időzünk itt tovább. Az elkövetkező hét végéig többek között színházi előadás, fúvósó és egy skordudás előadása vár minket a pápai rendezvények között, de a moziban műsorra kerülő filmeket is jó szívvel ajánljuk, és a jégpálya is várja a kikapcsolódni vágyókat. Programajánló műsorunkat láthatják. Az elkövetkező időszakban is több program vár mindenkit Pápán. Köszöntöm Önöket, programajánló műsorunkat látják. Tartsanak velünk! Január 8-án szombaton 18 órától a nagy sikerre való tekintettel újra lesz fúvósó Pápán. Pápaváros fúvózenekara a 10. jubileumi fúvósót adja elő a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont színház termében. A Frank Sinatra és a Swing világa című előadásukat vezényli Horváth Adrián karnagy. A hangversenyen közreműködik Ekanem Bálint Emota, a Bombon együttesből Szolnoki Péter, Török Tamás, a Hanság Big Band, a Jászmin Bugi KTS-e, a Rebel Lion TS-e és a Szó és Kép színpad. Február 11-én kedden 18 órára Kéri György Skót Dudás műsorára várnak mindenkit a könyvtár olvasótermébe. A programot a megyei könyvtár ajánlásával a Pápai Városi Könyvtár rendezi meg. A különleges műsorra ingyenes a belépés. Február 14-én pénteken délután 14:30-tól a Tarci Lajos Általános Iskola aulájában újra lesz kortárs társas. A beszélgetés meghívott vendége ezúttal Lackfi János költő-író. A rendezvényre a belépés díjtalan. A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. És most jöjjenek a kiállítások. Március 16-áig látogatható a Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont színház épületének emeleti előterében a 20 éves apró kultúra díszok levél című kiállítás. A tárlat naponta 8-tól 20 óráig tekinthető meg, illetve rendezvényhez kötődően. A Pápai Kékfestő Múzeumban születés kiállítás nyílt, a Lackó Dezső Múzeum vendégtárlata 2014. február 28-áig tekinthető meg. A zsinagógában az Elfeledett Szomszédaink című kiállítás látogatható. Az elkövetkező időszakban is mindenkit vár a Pápai Petőfi mozi, látogassanak el a Deák Ferenc utcában található filmszínházba. A Petőfi moziban többek között megnézhetjük a Lego Kaland című amerikai animációs filmet. Jó reggelt, lakás! Indulhat egy új nap! Terpeszugrás indul! Egy! Kettő! Három! Hű, de fel vagyok dobva! Igen! Túl drága kávé! $35 lesz. Nagyszerű! Everything is awesome. Bolondulok ezért odalérsz! Everything is awesome. Jaj, ne! Fiú, álljatok! Hol vagyok? Gyere velem, válaszd a nem halált! Most mi van? Kiválasztott vagy! A jóslat szerint te vagy a legfontosabb egyén az egész világ mindenségben. Te vagy az, igaz? Igen. Én vagyok. Nyugi emberek, itt vagyok. Batman! Ez gyógy! Mi a látogatás célja? Az első cél, te vagy. Ez a szír?
sok volt. Építőmester kollégák! Hello! Lord Business meg akarja semmisíteni a világunkat, de van még remény. Itt van a kiválasztott. Tudom, mit gondoltok. Ő a legalkalmatlanabb rá, hogy vezessen minket. Igazatok van. Ez nem lelkesített fel. Próbáljunk ki mást. Nem vagyok kiválasztott. Szimpla hétköznapi srác vagyok. Lehetsz te a kiválasztott, mert én hiszek benned. Rabatak! Szedjétek szét! Hello, kalúzerek! Jön Batman. Ez saját poén. Mehettek az olvasztóba! De nem szokott jó zsarú is lenni! Szem a haver! Gyere, igyj el egy pohár vizet! Jó, köszönöm! Rossz válasz! Belépünk az elmédbe. Mi? Soha nem volt egyetlen ötletese. Ez nem igaz. Bemutatom az emeletes kalapét. Sokkal együtt tévéznek és jó barátok lesznek. Ekkora marhaságot még sose hallottam. Nézd ezt rám, kérlek. Ez az ötlet valami borzasztó. Lego kaland 3D-ben. A Petmobilhoz. Ez volt a programajánló. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb egy hét múlva látnak újra minket. Tartsanak majd velünk akkor is. Viszontlátásra. Mai Forrás című egyházi műsorunkban Márkus Mihály református lelkipásztor beszél az egyik bibliai példázatról, a kősziklára épített házról, majd Aradi László káplán elmélkedik. Egyházi magazinunkat láthatják a következő percekben. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult.
Az idei forrásadás alkalmain egy-egy bibliai példázatot láthatunk majd. Így az előbb a kősziklára épített ház, illetőleg a kősziklára és a homokra épített ház példáját láthatták a kedves tévénézők. Hiszen egy rendkívüli formában meséltük el a történetet, miközben hallottuk a bibliai szöveget, eltáncolták nekünk azok a fiatal lányok, akik a művészeti iskolában járnak. A kősziklára épített ház példázatát tehát ismerjük, arról szól, hogy kétfajta ember van, az egyik, aki kősziklára alapozza a házát, a másik pedig, aki homokra építi a házát. Amikor egy-egy példázatot fogunk majd hallani, akkor mindig olyan történet, olyan esemény van benne, olyan képeket használ, amit az akkori mindennapi ember, az akkori egyszerű ember azonnal értett. Azonnal tudta, hogy miről van szó, hiszen az ő életéből vették ezt a példát. Azt gondolom, hogy ma nincs olyan ember, aki a saját házát alapozás nélkül építeni, aki nem használna hozzá betonalapot, aki nem gondolná, hogy milyen mélyre kell lemenni, hogy össze ne dőljön az a ház. Ma, amikor tudjuk, hogy sok helyen lehet földrengés, nagyon-nagyon biztosra akarják építeni ezeket a házakat. De persze egy példázat nem önmagában arról a történetről, az eseményről szól, amit leír, hanem van egy mögöttes tartalma. A benne levő képek, gondolatok, szimbólumok utalnak valamire. Mi is lehet ez ebben a példázatban, kedves tévénézők? Kétféle ház van. Kősziklára és egy homokra épített ház. A kőszikla a Bibliában két dolgot jelenthet. Az egyik, amire utalt, az maga Isten. Hiszen a kőszikla a maradandóságot, az állandóságot, a megrendíthetetlenséget jelképezi. A Biblia beszél arról is, hogy ilyen erős kőszikla maga Istennek az igéje. Istennek az az igéje, amelyet megjelenített közöttünk szóban a Bibliában, és testet öltött formában pedig Jézus Krisztusban. Ez a kőszikla tehát Jézusra, Isten igéjére utal. A homok, vagy korábban használt szóval a föveny, az pedig a múlandóságot jelképezi. Azt, amit a szél át tud formálni, az, ami ma ilyen formájú, holnap olyan, aki látott már sivatagi felvételt, az tudja, hogy ezek a homokdűnék hogyan tudnak vándorolni az idő hatására, vagy aki látta a homokvárat, amit felépítettek a tengerparton, és jött egy hullám, és azután azonnal semmivé lett. A homok tehát ezt a változhatóságot, változandóságot jelképezi, azaz az embert. Azaz az ember által alkotott dolgot, az ember által létrehozott valamit. De szeretett tévénézők, nagyon sok ember gondolkozik azon, hogy az élete hogyan alakul. Hiszen a maga az építkezés, az, hogy házépítésről, ahogyan a pápaiak szokták mondani, épülésről van szó, ez az emberi életről beszél. Az, hogy mindenki épít házat. Az, hogy mindenkinek létrejön egy épülete. Akkor is építesz házat, ha nem akarsz. Hiszen ahogyan folytatod az életedet, készül egy ház. És annak van egy végeredménye. És aztán az idő eldönti, hogy ez a ház meddig tud állni. Nagyon érdekes ebben a történetben, hogy azok a próbatételek, amik érik ezt a házat, azok egyformák. A Biblia ugyanúgy fogalmazza meg, hogy esik az eső, jön az ár, meg jönnek a szelek, és megpróbálják a házat. Megnézik, hogy mit bír ki. Megnézik, hogy mennyire áll biztosan. Ezekben nincs különbség. Hiszen, ha belegondolunk, minden emberi életet ugyanazok a próbatételek élnek. Mi emberek csak azt látjuk, hogy van, aki könnyebben viseli el, van, akinek nehezebben, van, aki összeroppan alatta, és van, akinek megmarad az élete látszólag ugyanolyan vidáman. Persze nem tudjuk, hogy belül mi zajlik le. Miben van hát különbség akkor? Hiszen egy-egy emberi élet, egy-egy ház, ez lehet akár egyforma is. Folyhat ugyanúgy, dolgozhat ugyanott két ember, és abból az egyiknek valami miatt tönkre megy azért, a másiknak meg nem. Mi ez a különbség? A példázat azt mondja, hogy egy dologban van különbség. Az alapozáson. Valami olyanon, ami egyáltalán nem látszik. Hiszen az alap akkor jó, ha nem látszik. Akkor jó, hogyha eltakarja a föld. Hogyha nincsen semmi vele kapcsolatban. Ha nem látható az ember számára az alap. Ebben az egyben van különbség. Kősziklán, állandóságon, megbízhatóságon, vagy változhatóságon, nem állandóságon van a ház.
Azt gondolom, hogy mivel a megpróbáló körülmények egyformák, a házat mindenki maga építi, az, hogy ez megáll, vagy nem, hogy kibírja-e a szelet, az árt, az esőt, az tényleg ezen az alapon múlik, ettől függ, ettől az alaptól függ. És mi a különbség? Az, hogy Isten igéjére épül az élet, vagy pedig emberi gondolatokra épül ez az élet. Ez a rövid példabeszéd, ez Jézus Krisztusnak a hegyi beszéde lezárásaként fogalmazódik meg. Jézus Krisztus miután elmondja a hegyi beszéd tanítását, amiben a keresztény tanítás legfontosabb gyöngy szemei vannak, akkor utána elmondja, hogy ki az okos ember és ki a balga ember, ki az okos ember és ki a bolond ember, ki az, aki jövőre számíthat és biztosan állhat meg, és ki az, akinek semmi esélye. Arra akarja felhívni az emberek figyelmét, hogy olyan tanokat mond el, olyan tanítást ad, olyan tanítást hoz az embereknek, ami önmagában lehet, hogy kevés, de hogyha az ember az élete részévé teszi, hogyha az ember a gyakorlati életben megvalósítja, ha az ember a mindennapokban is aszerint él, az, amit hallott, amit tanítottak neki, aztán ha megéli a mindennapokban, akkor lesz hasonló az okos emberhez. És az okos ember mit tett? Sziklára, kősziklára építette a házát. Azt gondolom érdemes ezen elgondolkozni, kedves tévénézők, hogy a mi életünk milyen alapon áll. Találunk-e olyan maradandó pontot, olyan fix pontot benne, amin nem tud úrrá lenni semmi. És aztán lehet, hogyha jön egy nagyobb próbatétel, egy nagyobb rengés, egy nagyobb vihar, akkor néhány cserépdarab elszáll. Kitörik egy-egy ablak. Az ajtó kifordul a sarkából. De a falak megmaradnak. De a ház éppen marad, mert alapra, sziklára van építve. Én azt gondolom, hogy abban a példában, amikor előbb mondtam, hogy két ember, ugyanaz az élet, ugyanaz a munka, ugyanolyan családi körülmény, és abból az egyiknek hirtelen összedől az élete, és a másiknak nem, talán éppen ebben van a különbség. Hogy az egyik nem csak kifelé szép, tetszetős, jó, hanem belül átélt valóság mindaz, amiről Isten igéje szól. Egy olyan alapvető értékrend van benne, ami meghatároz minden cselekedetet. Azt gondolom, hogy Isten igéje azt akarja nekünk javasolni. Ez a példázat azt üzeni, hogy mi is nyugodtan építsük kősziklára Isten igéjére a házunkat. Ami nem azt jelenti, nem azt jelenti elsősorban, és nem különösen is azt jelenti, hogy templomjáró emberré kell válnunk, hanem sokkal inkább jelenti azt, hogy Isten igéjét tanulmányozni kell, és az életünkben meg kell élni. És ha megéljük valóságként, az értékrendünket meghatározó erőként Isten üzenetét, Jézus Krisztus tanítását, hogy meglátjuk, nem fog összedülni ez a ház. Megmarad az életünk, még ha próbatételek között is néha terheket hordozva, de boldogságos örömtelien, mert az okos ember ilyen kősziklára építi a házát. Mert az embernek szüksége van a fényre. Az egyház nagyon-nagyon frappánsan és érzékenyen ezt figyelembe is veszi. Február 2-án gyertyaszentelést tartottunk a katolikus egyházban. Mai modern ember számára ez talán inkább babonás, vagy inkább egy ilyen túlerőltetett szokás. Miért kell gyertyát szentelnünk? Miért kell egyáltalán gyertya? Nem elég csak az agyunkkal hinni az Istenben. Nem elég az, hogy én tudom, hogy kicsoda ő, megtartom a parancsait, és aszerint élek. Ha valaki ismeri az embert, akkor azt is tudja, hogy mi nem két lábon járó agyak vagyunk, hanem vannak érzelmeink, vágyaink, fogékonyak vagyunk a szépségre, fogékonyak vagyunk a színekre, a fényekre. Ezért kell a gyertya. Minden meghittebb családi ünnepen ott van, akár a fehér asztalon, vagy akár szeretteink sírján az égő gyertya. Mert ez többet mond minden szónál. Elmondhatjuk azt, hogy mennyire szerettük őt, elmondhatjuk azt, hogy mennyire lángoló az érzelmünk valaki iránt, de egy égő gyertya ennél sokkal többet fejez ki szavak nélkül is, és sokkal mélyebben megérint.
A gyermekek félnek a sötétben, és ez nem véletlen, mert az ember a fényre van megteremtve. Azért vagyunk ezen a világon, hogy fényben éljünk. Azért vagyunk ezen a világon, hogy Isten arcának ragyogásában éljünk. Sokszor ezt a ragyogást nem látjuk, és ezért félünk. Ez a félelem sokszor kétségbeesésbe vagy meggondolatlanságba is sodorhat bennünket, de az ember nem gonosz. Mi a jóra vágyunk teljes szívünkből. Amikor az egyház égő gyertyát szentel, amikor a templomban meggyújtjuk a gyertyát, erre gondolunk, vágyunk a fényre, vágyunk a melegségre és Isten közelségére. És hogy a gyertya fölemészti önmagát, és így ad fényt másoknak, valamilyen módon ez jelképezi a mi emberségünk lényegét is. Ha fényt akarunk adni, ha szolgálni akarunk másokat, abba valamilyen módon bele kell halnunk, vagy másképpen az a szeretet ér valamit, ami képes önmagát föláldozni a másikért. Hogyha ezt meg akarjuk tapasztalni, menjünk be egy sötét szobába, vagy várjuk meg, amíg beesteledik. Állítsunk az asztal közepére egy gyertyát, gyújtsuk meg és szemléljük szavak nélkül. Találkozásban lesz részünk, találkozunk önmagunkkal, és találkozunk majd a szívünk mélyén rejlő fényességgel, aki nem csak egy fényesség, ez a fényesség maga egy személy, Jézus Krisztus, az Atyának a derűs világossága.